Vonzások és kötések. A világunkat felépítő atomok nem szeretik a magányt, szívesen kötődnek más atomokhoz. Miért? Egyszerű. Stabil szerkezetre törekszenek, amit csak akkor érnek el, ha a legkülső elektronhéjuk is telített, azaz maximális számú elektron tartalmaz. Ehhez reakcióba kell lépniük egymással, ugyanis zárt, stabil elektron szerkezettel csak a nemes gázok rendelkeznek. De mi a helyzet a kevésbé stabil többiekkel? A periódusos rendszer első főcsoportjába tartozó elemek atomjainak egy, a második főcsoportnak kettő, a harmadiknak három elektronja van külső elektronhéján, és így tovább. Ahhoz, hogy az áhított nemes gáz szerkezetet elérjék, az atomoknak a vegyérték elektronjaikat kell akcióba hozniuk. Amelyiknek kevés van, igyekszik megszabadulni tőlük, amelyiknek pedig sok, próbál még szerezni magának, hogy legkülső héja telített legyen. Az elektronokat könnyedén magukhoz csábítani képes atomokról a kémiában azt mondjuk, hogy nagy az elektronvonzó képességük, elektronegativitásuk. Ez alapján háromféle kötés jöhet létre az atomok között. Azonos atomok között, például a hidrogén molekulában, erős, szimmetrikus kovalens kötés alakul ki, mivel egyenlően vonzák az elektronokat. Ha a kapcsolódó atomok elektronvonzó képessége kismértékben eltér, a kötés hasonlóan erős, de poláris jellegű lesz, mert az elektronpárok az erősebb atom környezetében tartózkodnak, mint a víz molekulában. Ha az egymással kapcsolatba lépő két atom elektronvonzó képessége nagyon eltérő, ionkötés fog kialakulni. Az első és második főcsoportban található elemek atomjai szeretnek ionkötést létesíteni a hatodik és hetedik főcsoport elemeivel. Jó példa erre a konyhasó. Az első főcsoportban található nátrium számára ideális pár a klór. A nátrium-kloridban egyszeresen pozitív nátrium-ion és egyszeresen negatív klorid-ion keletkezik. A két atom elektronrendszere egybeépül, és mindketten elérik a nemes gáz szerkezetet.